A nyíregyházi mérkőzésen látottak alapján számítani lehetett arra, hogy Tatabányán is küzdelmes, harcos találkozó vár a nyíregyháziakra. Így is történt, az első negyed végére 4 pontos előnyt szereztek a vendégek, és mint később kiderült, ebben a 10 percben volt a legnagyobb különbség a két csapat között. A második és harmadik negyedet 1 ponttal nyerte a házigazda, amely végig ott volt ellenfele nyakán. Az utolsó negyed 2 ponttal a vendégeké lett, akik így 5 pontos győzelmet aratva jutottak az elődöntőbe. Próbálkoztunk különböző támadási variációkkal, próbálkoztunk a védekezés másként megoldani, tehát hogy nem csak emberfogás, hanem zónavédekezésbe is átváltottunk. És igazából mindig megvolt valamilyen szinten az előnyünk, aztán jött egy-két olyan eladott labda, vagy akár egy olyan ütközésből kibillenve, akár lépésibe, akár egy befújt 3 másodperc, hogy rögtön elolvadt az előnyünk. És végig úgy azon kellett izgulnunk, hogy azt az előnyt, amit mindig megszerzünk, azt tudjuk-e tartani a végjátékban is, hogy ugye valamilyen oknál fogva ez eltűnik, de hál' Istennek a lányok keményen oda tették magukat. Én úgy gondolom, hogy némelyik játékosunk előn felül teljesített. A mérkőzésen 20 pontig jutó Farkasinszky orsolya szerint annak ellenére, hogy az elődöntőbe kerüléssel elérték a szezon előtt kitűzött célt, nem szeretnének megállni a folytatásban. Ezzel, hogy 4-be kerültünk, ezzel az idei célunkat maximálisan teljesítettük. Tavaly is ezt mondtuk, és akkor is ez volt az igaz. Tehát azért olyan körülmények között is annyi játékossal dolgozni, ami nekünk van, nem versenyezhetünk pest csapatokkal, vagy pest környéki csapatokkal, mint akár a Tatabánya is. Hozzánk nem nagyon jön ugye senki tanulni, vagy akár játszani. Mi, akit kinevelünk saját magunknak, jelenleg is ugye saját nevelési játékosokkal dolgozunk. Valószínűleg ez a jövőben is így lesz. Úgyhogy mi, ami tőlünk telik, azt megtesszük, és szeretnénk. Nyilvánvalóan idén is szeretnénk egy döntőt játszani, legjobb eredményt elérni, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. A nyíregyházi kosársuli az elődöntőben a TFS-e Debrecen párhoz győztesével találkozik. Mivel az első meccsen a fővárosiak 35 pontos győzelmet arattak, jó esély van arra, hogy megismétlődik a tavalyi NKS TFS-e összecsapás.